Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai napon könyvmolyságom rövid történetét fogom nektek elmesélni. Ma ilyen szorizgatós kedvemben vagyok, úgyhogy nem nagyon fogok nektek ma könyveket mutatni, inkább csak dumálok. Hogy is kezdődött ez? Igazából a könyvek már a születésem óta az életem részei voltak. Nem nagyon telt el olyan este, hogy anyukám ne olvasott volna valamilyen mesét először nekem, majd amikor az öcsém megszületett már kettőnknek. Néhány évig csak hallgattam ezeket a történeteket, hol könyvből, hol diafilmről, az elmondások alapján némelyiket kívülről meg is tanultam, és láttam magamról nagyon korai felvételeket, amelyeken könyvekkel a kezemben ücsörgök a kanapén. Lehettem vagy egy éves körülbelül, állítólag még lapozni is ott lapoztam a mesemondása közben, ahol a könyvben kellett. Olvasni pedig nagyon korán, szintén 5 éves koromban tanultam meg, állítólag teljesen magamtól, nem tanítottak, valahogy magamra szedtem ezt a tudást, teljesen önállóan. Én annyira emlékszem, hogy 5 évesen ülök a szobában, a heverő mellett, a heverő nyitva a Mesetalisznya című könyvén pedig a Gyors Munka című mesét olvasom fel hangosan, a szüleim pedig nagy meglepődve jönnek be arra, hogy mit is csinál a gyerek. Így jutottam el oda, hogy 7 éves koromban a Harry Pottert tudtam elkezdeni olvasni. Ez volt az első olyan könyv, ami már nem mesekönyv volt, hanem az első regényem. Lehettem első osztályos körülbelül. A Bölcsek kövét és a Titkok kamráját a nagynénémtől és a nagybátyámtól kaptam meg emlékeim szerint valamilyen alkalomra, és ahogy csak lehetett, beleismerültem Harry csodálatos világába. Majd annyira megszerettem a történetet, hogy innentől kezdve a család számára is nyilvánvaló lett, hogy milyen könyvvel is lepjenek meg engem. Arról kevés emlékem van, hogy alsós koromban milyen egyéb könyveket, meséket, bármit olvastam a Harry Potter mellett, ami éppen aktuális volt. Arra már jobban emlékszem, hogy a kötelező olvasmányok, ahogy elkezdtek bejönni, azokat mindig lehetőleg előző nyáron már elolvastam. Akár tetszett, akár nem, én átrágtam magam mindegyiken, és ezt a jó szokásomat aztán a gimnáziumban is folytattam. Alsós koromtól a helyi könyvtárnak a tagja is voltam, így tudtam keresni, vagy kérni számomra megfelelő olvasmányt. Felsősként már inkább ifjúsági történeteket olvastam, mint például a Három testőr, az egész trilógiát végigvittem akkor a 20 év múlvával és a Brazsalom Vikomtól is. Akkoriban nagyon szerettem Dumát. Még fizika órán is olvastam a pad alatt. Majd elkerültem a gimnáziumba, és már nagyobb palettából tudtam válogatni a városi könyvtárban. Időközben megismerkedtem Stephen King munkásságával is, így még egy kicsit nyílt az érdeklődési köröm. Nem nagyon lehetett tehát engem könyv nélkül látni. Akkoriban is szerettem sok mindennel elfoglalni magam, de az olvasás mindig is az a tevékenység volt, amit soha nem engedtem el, még a legfárasztóbb, legzúzósabb időszakban sem. Az egyetem alatt kellett csökkenteni ezt a lendületet végül az időhiány miatt. Nagyon sok időmet felemésztette. Az órákra járás, a gyakorlatok, az éhekre, a vizsgákra, egyebekre készülés. Volt olyan évem, amikor mindössze 3 könyvet sikerült elolvasnom a saját szórakoztatásomra. Ezt csak azért tudom ennyire pontosan, mert azután, hogy regisztráltam a Moira és elkezdtem az oldalt aktívan használni, minden olyan könyvet felvittem elolvasottnak, amire csak emlékeztem, és megpróbáltam olyan időpontra felvinni, ami reális is lehetett. Így láttam, hogy az egyetemi évek alatt mennyivel kevesebbet olvastam, mint akár annak előtte. Majd, amikor a tanulmányaimat befejeztem, illetve helyesebb úgy mondani, hogy ideiglenesen szüneteltettem őket, kicsit több időm maradt az olvasásra, így újra vissza tudtam hozni ezt a számomra olyan kedves hobbit. Időközben azt is megtapasztaltam, hogy ahogy az ember halad előre az időben, ahogy érik, idősödik, egyre inkább változhat az ízlése. Még általános iskolában, és még talán a gimiben is nagyon kedveltem az orvosi krimiket, az egyetemi éveim alatt, és főleg utána már nem nyújtottak olyan élvezetet.
a helyüket felváltotta a horror, a thriller, és természetesen a skandináv krimik, a keményebb változat. Illetve arra is rájöttem, hogy időnként azért a klasszikusokra is szükségem van. Ez talán még onnan eredhet, hogy általános iskolában is a Nyomorultakat olvastam, majd 20 évesen még egyszer, és teljesen mást jelentett. Egyébként javaslom azt a könyvet mindenkinek többször elolvasni, akinek egyszer már sikerült, minden életszakaszban képes mást mondani. Lassan ideje egy harmadik olvasásnak is. Zárója bezárva. A moly aktív használatával pörgött fel úgy Isten igazából az olvasás nálam, amiatt is, hogy elkezdtem embereket figyelni rajta, vagy kiadókat. Láttam, hogy ki miket olvas, milyen egyéb könyvek jöhetnek még szóba, amelyeket azelőtt nem is láttam. Így elkezdtem halomra is vásárolni őket, de időm is engedte, és kedvem is volt ahhoz, hogy még tovább szélesítsem a látókörömet, még több írót ismerjek meg, még több felé próbálkozzak, így rengeteg sok tényirodalmi művel is meg tudtam ismerkedni. Tényleg egy elég széles palettát tudhatok most már magam mögött. Ebben a pillanatban egy kicsit több mint 400 elolvasott könyvet mondhatok a magaménak, sajátomnak pedig, ahogy már egy korábbi videóban említettem, több mint 500 könyvet tudhatok. Hogy ez sok vagy kevés, ezt mindenki döntse el maga, szerintem ez éppen elég szűk 30 év alatt. Persze, vannak, akik ennél jóval többet, és olyanok is vannak, akik ennél jóval kevesebbet gyűjtöttek össze, vagy olvastak el. Én azt gondolom, hogy ez nem verseny, hanem mindenki a saját maga szórakoztatására gyűjtse és olvassa azokat a könyveket. Az olvasás számomra az a hobbi, ami nélkül nem én lennék. Ha nem olvashatnék, nem lennék önmagam, és bármennyire is kényszerít az élet arra, hogy redukáljam az elolvasott könyvek számát egy adott évben, akkor is szeretem megtartani ezt a hobbit, hogyha az élet megnehezíti, ha olyan körülmények állnak fenn, amelyek akadályoznak ennek a hobbinak a gyakorlásában. Nem fogom feladni, legfeljebb tényleg csökkenteni, ha olyan élethelyzetbe kerülök megint, ami ezt kívánja meg. Ez lett volna tehát könyvmolyságom rövid története. Ha van kedvetek, írjátok meg kommentben, hogy ti hogy kaptatok rá az olvasásra, vagy hogy mi volt az első könyv, amire emlékeztek. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!